A Jászberényi Kosárlabda Sportegyesület nagyon jó idényt tudhat maga mögött. A Magyar Kupában negyedik helyezettek lettek, és az NB1 ás bajnokságban is minimum az ötödik helyen végezhetnek. A felnőttek mellett nagyon sok utánpótlás csapatot is versenyeztetnek, amelyek közül a juniorok a tizedik helyen végeztek az országos listán. Farkas Junor, mint a JKS-e kosársuli szakmai vezetője, 11 utánpótlás csapatot felügyel. A legjobb eredményt az U18-as társaság ért el. A junior nemzeti B-döntőn második helyezettek lettek, ami az országos tizedik helyet jelentette számukra. Szervusz Junor, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk. Szervusz Tibor, köszöntöm a nézőket. A befutóban elmondtuk, hogy a Jászberényi kosárlabdások közül az utánpótlásnak szinte befejeződött a bajnokság. Így itt az ideje, hogy értékeljük röviden egy kicsit. Én úgy tudom, hogy 11 utánpótlás csapat van a kosársuliban. Igen, nagyon jól tudod. Tehát 11 csapatunk van különböző korosztályokban. Előkészítő korosztályban 4 csoportunk is volt. Velük egy csapattal versenyeztünk, akik igen szépen helyt álltak a megyei bajnokságban. A másik korcsoport volt a Kenguru, ahol 2 csapatunk is volt. Itt mind a 2 csapat országosban is versenyzik, aminek ugye véget ért. A megyei bajnokságnak a rájátszása, tehát maradt még pár mérkőzés, az pedig majd hamarosan kerül sorra. Megjegyezném, hogy mind a 2 Kenguru csapat szép eredményeket ért el, és nagyon tehetséges játékosaink vannak. És megjegyezném, hogy az egyik Kenguru csapat például utolsó fordulót az országos bajnokságban, az A csoportban játszotta le, ami kitűnő eredmény. Gyermekcsapatunk is szép eredményeket ért el országos porondon, valamint itt a megyei bajnokságban is versenyeztek. Serdülő csapatunk pedig ugye bekerült a főtáblára az országos bajnokságba, ahol egy hajszálon múlt, hogy bekerüljünk a nemzeti serdülő B-döntőbe, ami kitűnő eredmény lett volna. 17. helyen végeztünk így, de azt kell mondanom, hogy nagyon szép szezonjuk volt a serdülőknek, ugyanis több akadémia is mögöttünk végzett, mint például a Pécs, a Sopron vagy a Kaposvár. Ők is még a megyei bajnokságban versenyeznek, egyelőre várják az elődöntő kezdetét. Kadi csapatunk szintén nagyon jó szerepelt ebben az évben. A regionális bajnokság első alapszakaszában szinte egy hajszálon múlt, hogy első helyen végezzenek, és akkor bekerültek volna a régiós döntőbe. Ez nem történt meg, így alapszakasz második alapszakaszban folytatták a versenyzést, ahol szintén sokáig verseny voltak a regionális döntőig. A junior csapatunk pedig ugye megcsinálta a legjobb eredményt ebben az évben. Ugye ők 10. helyen végeztek, mivel a nemzeti serdülő B-döntőben a 2. helyen végeztek, és hát meg kell mondanunk, hogy le a kalappal a fiúk előtt, amilyen csapatokat és amilyen eredményeket produkáltak is, és hát a fél időben például a nemzeti B-döntő döntőjében a Falko ellen még vezettek is, azonban mivel nekünk igen szűk rotációnk volt, nekünk nagyon kellemetlen volt ezt a 3 nap alatt 3 meccset játszani. Első nap ugye a Soproni Sportiskolát győzték le, majd a Kaposvárt, és végül a Falko ellen kaptunk ki, és itt például egy egyéni kitüntetés is kapott a klub, ugyanis a Falkóból a Verasztó Péter lett ugye az MVP a tornának, de a legjobb játékos az pedig Szőke Soma lett a Lehel Kosársuliból. Ha megverjük a Falkót, akkor elsők lettek volna, és összesítésben 9-ek? Igen, akkor elsők és 9-ek. Hát megvallom ugye, hogy aki követte a rájátszást, ugye a rájátszásban, akik néztek minket a Bercsin vagy a Bajcsiban, ugye láthatták, hogy néha 100-200 néző előtt is játszottunk. Volt, aki azt mondta, hogy felnőtt meccs hangulat is néha volt. 3 győzelemmel, 3 vereséggel végeztünk, és ha csak egy meccs máshogy alakult volna, tehát még egyet nyertünk volna, akkor a rájátszás a csoportunkban első helyen végzünk, és akkor lett volna esélyünk az A-döntőbe kerülni, ugyanis akkor 2 keresztjáték várt volna a fiúkra. Igen, de így is nagyon szép, én azt gondolom, hogy hát ez nagyon, az eredmény. Nagyon szép eredmény, és hát azt kell mondanom, hogy ez egy csattanó is volt a szezonnak a végén, ugyanis olyan csapatok kerültek mögénk, akik például legyőztek minket mondjuk a kiemelt bajnokság selejtezőjében, vagy például a rájátszásban, tehát nagyon nagy utánpótlás bázisú klubokat előztünk meg így is. Arra lennék kíváncsi, hogy Jászberényen kívül vannak-e srácok a környező településekről, mert azért Jászberényben nagyon sportágban megtalálják a fiúk, a lányok a számításaikat, így hát
kiszoktak menni a nagyobb klubok vidékre, és idézőjelben vidéket, hiszen a környező településekről beszélünk. Környező településekről eddig is voltak tehetségesi játékosok. Ebben az évben kezdtünk el Nagykátán dolgozni, ahol például egy nagyon szép csoport jött össze, és hát úgy érzem, hogy az a közösség elég jól befogadott minket, és hát úgy nézem, hogy ezek a gyerekek valószínűleg megmaradnak jövőre is, és hát velük például szeretnénk megindulni a megyei bajnokságba, ugyanis, hogyha fel szeretnénk venni a versenyt olyan nagyobb utánpótlás nevelő klubokkal, akik nagyon sok gyereket szednek össze, akkor nekünk is vidéken is meg kell még próbálni új tehetséges fiúk után nézni. Nagykátaiakról beszéltél, náluk volt régebben kosárlabda, mert ezek a srácok, mintha nem először láttak volna kosárlabdát, szerintem láttam én is őket. Hát ahogy tudom, régebben ugye Nagykátán volt például MB2-es csapat is, de ahogy mondtam, már előző években is más településekről voltak játékosok, fiatalok elkezdtek edzeni ugye a JKS-ben, és hát ahogy említett, Nagykátáról mindig vannak igen tehetséges játékosok. Igen, és az Aponyi teremben volt egyik bajnoki meccs. Hát ahogy te mondtad, ott nagyon jó hangulat volt, nagyon sok szülő volt éppen Nagykátáról is, és meg is ismerkedtem egy-két szülővel, és a srácok is remekül játszottak, és tényleg nagyon, nagyon jó benyomást keltettek. Igen, hát hogyha megemlítenénk, ugye akkor az a testvérpáros volt, ugye Kovács Ákos és Kovács Vilmos, és hát mi is emlékszik arra a mérkőzés, ugye, mert Szeged 18 ponttal előtt ellenünk, és akkor aztán egy tripla zuhataggal rögtön megfordítottuk a mérkőzést, és hát nagyon szépen megfordítottuk a mérkőzést. Az egy nagy meccs volt például a junior csapatnak a részére, de kíváncsi vagy, hogy szerintem melyik a legerősebb meccs, amit lejátszottak, a legfontosabb meccs, az mindenféleképpen a Zalaegerszeg volt, amikor játszottunk a keresztjátékba ellenük, hogy bekerüljünk a legjobb 16 közé, ugyanis első meccsen kikaptunk ugye 8 ponttal, hogyha jól emlékszek, és Zalaegerszegen több mint 10 ponttal sikerült nyernünk, ami egy hatalmas diadal volt ennek a csapat részére, és szerintem ott kaptak egy olyan önbizalmat a rájátszásra, hogy igenis ők erősebb csapatokat is képesek legyőzni. Akkor azt is észrevettem még, de ezt majd meg fogod bizonyára erősíteni, hogy úgymond történik felfelé játszás is, akár a 14 évesek ugye játszhatnak a 16-osak között, ez azért van, hogy erősödjenek, a srácok szokjanak bele a magasabb volumenű kosárlabdába, vagy pedig hát hiányoznak a 16 évesek közül, és akkor pótolni kell a csapatban egy-két játékos. Ez egy normális folyamat. Tehát ezeknek a játékosoknak nem csak ott kell játszaniuk, hanem néha edzésen is részt kell venni, mivel hogyha a tehetséges játékos így még erősebb fizikumú, még tapasztaltabb játékos ellen játszhat, és tegyük föl például, hogyha egy játékos nagyon könnyen dob kosat a saját korosztályába, akkor egy korosztálya feljebb, hogyha ő ott edz vagy játszik, akkor sokkal komolyabb dolgokat kell alkalmaznia, mivel ott már nem tud mondjuk az ember ellen ugyan könnyen elmenni egy az egy ellen, de ez mellett nem csak fejlesztjük ezt a játékost, hanem ezeket a játékosokat készítsük a következő korosztályra, és ugyanis utánpótlásban, kosárlabdában, egyes korosztályban másféle védelmet kell játszani, támadásban nem mindent engednek, és hát érdekes az, hogy a legjobb játékosok már találkoznak egy szezonba, és amikor bekerül az egész csapat, ugye az ő generáció abba a korosztályba, akkor ő például találkozott már a zárással, találkozott a zónával, a zóna letámadással, szóval ez egy folyamatnak az előrevetítése. Igen, azt észrevettem, hogy a 16-osoknál ugye már zónáznak, de még a 14 éveseknél nem? Ott még nem lehet. Tehát akkor ezt is gyakorolják. Akkor azért mondta nekem Szögi Ádám, hogy szokni kell a srácoknak majd a következő korosztály, igen, amiben majd belecseppennek, igen, mivel ők is öregszenek idézőjelben. Tehát egy példát mondunk, ugye a serdülő csapat befejezte az országos versenyt, amint befejezték, már kezdtük velük a zóna védelmet és a zóna elleni támadást, ugyanis az, amikor melyik kadett korosztályt játszanak a következő évbe, azt meg kell szokniuk minél előbb. Igen, nagyon röviden, most vége lesz a szezonnak, ugye egy-két meccs van hátra, ami már nem számottevő. Mit fognak csinálni a srácok, meddig fognak szabadságot kapni, úgymond? Tehát június közepéig tartanak az edzések, és mivel ugye mi szeretnénk minél több fiúval foglalkozni, és szeretnénk ezen a gyereknek minél jobb feltételeket adni, és minél jobban motiválni őket, ezért most a szokásos táborunk, ami a szezon végén következik, például a serdülő kadett és junior csapat például Siófokra fog elutazni, tehát nem Jászberényben tartjuk, így is motiválva őket, hogy kosárlabdával ide is eljön.
eljuthatnak, tehát ebben a táborban vesznek részt, a fiatalabb korosztályok pedig Jászberényben fognak táborozni. Utána következik a szünet, egyes korosztályok augusztus 1-én kezdenek, mások augusztus közepén, illetve szeptember elején, és hát augusztusban is tervezünk tábort méghozzá külföldön, de ezt egyelőre még ugye nem mondanám, hogy megszervezés folyamatában van. Tehát szeretnénk a gyerekekbe ezt is, ezzel is motiválni őket, hogy kosárlabdával sok helyre lehet jutni, tehát ebben az évben nagyon sok külföldi tornán is vettünk részt utánpótlásba, valamint, hogy kitérjek, ugye Jászberényben most 18-án, 19-én lesz egy nemzetközi kenguru torna, ahol két szerbiai csapat, illetve egy magyarországi csapat érkezik, tehát szeretnénk növelni a gyerekekben mindig a motivációt, és hát mindig érdekes külföldi csapat ellen játszani, és ha már külföldi dolgokról beszélünk, akkor megemlíteném, hogy például Rishabh Gurbakhsh személyében egy indiai utánpótlás játékos érkezik ezen a héten Jászberénybe, szerdán érkezik meg, és péntektől kezdve pedig egy héten keresztül a serdülő kadi csapattal fog edzeni, mivel ugye 2005-ös generáció játékosról van szó. Ő is olyan idős. Igen, tehát 2005-ben született, csapatedzések mellett egyéni edzéseken is részt vesz, és hát ugye mivel szerdán érkeznek meg, akkor meg is tekintheti ugye a felnőtt csapatnak az NB1-ás mérkőzését, ami tudom, hogy neki nagy élmény lesz, ugyanis Indiában még nincsen ugye profi kosárlabda liga, csak különböző tartományok játszanak egymás ellen, és hát szerintem akkor dobógépet kipróbálja, és visszamegy Indiába, lehet, hogy akár még többen szeretnek Jászberénybe jönni. Igen. És különben ő ezt azért jön, mivel az a táborról voltam Hyderabadban, ő volt neki az MVP-je utánpótlásba, és hát valamilyen szinten együttműködünk a Telengana Állami Kosárlabda Szövetséggel, és ez a gyerek pedig ezért érkezik szerdán Jászberénybe. Jászberény Magyarországra. Most a kosárlabdának ezt a részét lezárjuk, a JKS-e részét, de maradunk továbbra is annál, hiszen megjelent egy könyved, ezt megmutatjuk a kedves nézőknek is, amiben csak rövid ideig tudtam belelapozni, de azt már látom messziről, hogy ez is kosárlabdáról szól. Teljesen a fiatal korodtól, hát a mostani időszakig. Hogy miért gondoltad ezt, hogy ez könyv formájában is megjelenjen? A lényegében nekem sok dolog, amit szeretnék még csinálni, azok előbb megfogalmazódnak bennem. Én ezt már 5-6 évvel ezelőtt megfordult a fejembe, amikor legelőször kimentem külföldre dolgozni, ugyanis tisztában vagyok vele, hogy egy fiatalnak mennyi lemondással jár, hogy kosarazzon, akkor komolyabb szinten foglalkozzon, illetve egy edzőnek mekkora lemondással jár, hogyha ő szeretne ezzel nagyon komolyan foglalkozni, akár néha még reggeltől estig is, illetve hogy mindegyik szezonban ugye lehetőséget kapjon valahol. És én ezt a könyvet lényegében mindenki számára íródott, azonban legjobban a fiatal játékosok, illetve a fiatal edzők részére, akik még valljuk meg, nem biztosak magukban, hogy ők profi játékosok akarnak lenni, vagy profi edzők akarnak lenni. És például, hogyha ezt valaki végolvassa, akkor lejön az, hogy például én nekem ez mennyi lemondással járt, illetve mennyivel kitartása, és hát hogyha belegondolunk abba, hogy azért sok vajdasági magyar edző nincsen Szerbiába, arra még nem is tértem ki, hogy az is egy milyen nehéz dolog volt ott kitűnni, vagy ott dolgozni, illetve titkot is elárulok, hogy például külföldön hogyan kerültem szerződéshez, illetve hogy mi szerintem az, hogy egy játékos volt tényleg komoly játékos legyen, vagy egy edző megmaradjon, és hát rengeteg érdekes dolgot elárulok, hogy mik motiváltak, kezdve a Partizánnak az Euroliga győzelmék, illetve Alexander Gyorgyevics, Dejan Bodiroga, hogy ilyen világsztárok hogy hatottak rám. És hát az mellett, aki a kosárlabda mellett szeret olvasni az országokról is, érdekes dolgokról, például az olvassa el, mivel ugye megtudja, hogy milyen Máltán egy lakodalom, milyen a dániai mentalitás, ha el akarod hívni a kollégádat egy sörre. Is, Írországról hát az Írországról külön könyvet lehetne írni. Talán ott éreztem magam legjobban Portlisbe, az egy kisebb város volt, mint Jászberény. Hát akár mikor végigmentem a központba, ismeretlen emberek mindig mondták, hogy edző, gyere, megeszünk valamit, igen. És ismeretlen. És természetesen India is benne van, amit az előbb említettél. India is benne van, tehát India az életem tényleg legnagyobb tapasztalata. Nagyon örülök, hogy kimentem. Tudom, hogy kicsit váratlan volt, hogy az ír csapatommal
beállítottam a legjobb eredményt a klub történetébe, és nem maradtam ott, és elmentem Indiába. Valahogy bennem volt, hogy el kell mennem Ázsiába egy szezont megcsinálni, mivel megvallom, hogy egy edző mindig akkor érdekes, ha másik országban dolgozik, másik kontinensen, és hát, hogy ott mekkora türelem kellett a munkához, illetve, hogy mennyit kellett nekem is változnom, mivel, hogyha elmész egy másik országba, egy másik városba, az ottani mentalitáshoz muszáj valahogy bealakulnod. Igen. Hát ezt majd meg fogjuk tudni, még egyszer megmutatjuk a nézőknek. Annyit kérdeznék még ezzel kapcsolatosan, mert nagyon rövid az időnk, hogy hol lehet ezt megkapni? Tehát aki úgy dönt, hogy el szeretné ezt olvasni, az hogy jut hozzá? Tehát ezt a könyvet jelenleg tőlem lehet megrendelni, később lesz majd könyvesboltokban is. Minden információt meg lehet tudni a saját honlapomon a www.harkaihunor.com címen. Tehát ott van a telefonszámom is, ott van a Facebook elérhetőségem is, tehát bármikor meg lehet rendelni. Aki Jászberényi már aznap ugye hozzá tud jutni akár a példányához, aki pedig máshonnan van, az pedig postai úton megkaphatja, és mindent ezen a honlapon meg lehet találni. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá, sok sikert kívánok az utánpótlás neveléshez, és hát a könyvet is mondjuk a kedves nézőknek, hogy minden ki, aki hozzájött, olvass el, hiszen tényleg, amikor belelapoztam, nagyon sok mindent láttam benne, és természetesen fotókot is. Köszönöm szépen, és további sok sikert. Köszönöm szépen a lehetőséget.